A községi képviselőtestületi ülésen az egyik fontos döntés a községi korrupció ellenes rendelet meghozatala volt, amelyet az Európai Unió javasolt az önkormányzatok számára. A rendelet egyébként minden szerbiai községre vonatkozik. A legnagyobb vita a költségvetés megvalósulása és módosítása körül alakult ki. A mai napig megvalósult községi költségvetés körülbelül 600 millió dinár, ami reményeim szerint az év végére elérje 720 milliót. Ez valamivel kevesebb a tervezetnél, de úgy gondolom, soha nem lehet 100%-os megvalósulás a költségvetésnek, ám így is jó irányba halad. A 2017-es költségvetés szeptemberig terjedő megvalósulásáról a pénzügyi osztály vezetője számolt be. Azt tudni kell, hogy a tervezett költségvetésünk 1 milliárd 70 millió volt, és most 940 millióra csökkentettük, és mindahogy elnök, képviselőtestület elnöke elmondta, itt valahol a 80% körül várjuk az évvégi megvalósulást. A Magyar Kanizsai Szociális Védelmi Szolgáltató Központ élére az eddigi megbízott igazgatót, Tolnai Csabát nevezték ki.